Közel 1,1 milliárd forintos beruházásról van szó. Ehhez 390 millió forint értékben visszanemtérítendő uniós támogatást tudtak a beruházók felhasználni. Ez a beruházás is egy átgondolt vállalatfejlesztésre ad példát, és ezen túl hozzájárul ahhoz, hogy a kormányzati törekvés, miszerint Magyarország gazdaságát, kiegyensúlyozott gazdaságát tegyük, megvalósulhasson. Egészen pontosan szólva a HEL cégcsoport az elmúlt 5 évben összesen 15 milliárd forint értékű beruházást valósított meg Szikszón, amivel 500 család megélhetéséhez járult hozzá, és ezzel lendületet tudott adni az egész térség fejlődésének. Az új épület egyben új munkahelyeket is jelent, hiszen 50 új üzemi dolgozónak tudnak mostantól munkát adni. A logisztikai ágazat fejlődését kiemelt figyelemmel kísérjük, és úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben a logisztika lehet a hazai gazdaság egyik motorja. Magyarország ugyanis logisztikai szempontból rendkívül kedvező helyen fekszik. Ha megkérdezünk egy külföldi beruházót, hogy miért választotta Magyarországot, akkor a három legfontosabb szempont közül az egyik Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az a lokális elhelyezkedés, amely Európa közepébe helyezel bennünket.